Egy lány az szeresse az irodalmat, beszéljen jól idegen nyelveket, de mi az, hogy a fizika érdekli? Világszerte van egy nagyon erős sztereotíp beidegződés a tanárokban is, és a szülőkben is, és a gyerekekben is, azzal kapcsolatban, hogy egy lány az nem fog ilyen nagyon fiús dolgok iránt érdeklődni. A nőkkel kapcsolatban, nők a tudományban létezik egy üvegfal, ami bizonyos tudományterületektől rekeszti el őket. Létezik az üvegplafon, ami ugye a fölfelé haladásban, és létezik a kettő között egyfajta elcsöpögés, mert ugye a nők ugye lemorzsolódnak szülés, egyebek okán, és megrekednek egy alacsonyabb tudományos fokozaton, mint ahová egyébként eljuthatnának. A férfiakban nagyon jellemző az, hogy egy azon agyféltekén belül sokkal erősebb a kapcsoltság, mint az agyféltekék között. És a nőknél pedig pont fordítva van, hogy az agyféltekék közötti kapcsolatok sokszor sokkal erősebbek. A csapatmunka részéhez, ahhoz azért kell az is, hogy legyenek férfiak is a csapatban, meg nők is, és egészen más oldalról tudjuk ugyanazt a problémakört megközelíteni. Egyikre sem mondanám azt, hogy jó vagy rossz, inkább csak azt, hogy kiegészíti egymást, és lehet, hogy pont ettől működik hatékonyan.